Júliusi videón ilyen képi háttérre rendelkezik, de természetesen emögött van egy részletesen bejegyzés, amiről majd későbbiekben lesz szó, ezekkel a témákkal a háttérben, és természetesen volt előtte egy márciusi és áprilisi szakasz. A bejegyzéseim során a márciusiban az első kérdés az volt, hogy háborúban állunk-e vagy sem, milyen volt a magyar helyzetértékelés, az első intézkedések, és nem utolsóban a finanszglobalizmus végső bukásáról van ez szó, vagy sem, ezt egy meglehetősen részletes bejegyzésben vizsgáltam. Volt áprilisban is egy három bejegyzéses összeállítás, hogy kik voltak ugye a másnap első nyertesei, részletesebben megvizsgálva a munkanélküliség, az USA-ban, ami különösen élesebb volt, és hát a kínai helyzet nem utolsó sorban valamilyen módon bemutatva. Ez pedig egy webhelyen jelent meg, az Új Magyar Honon, ami március 19-e óta létezik. Célkitűzése az, hogy mindent megjelenítsünk, ami ahhoz szükséges, hogy a stresszálló hazáért megfelelően tudjunk kiállni. Ennek ugye a web címe ez. A júniusi állapotában ennek a webhelynek ugye itten az előzményeket látunk, ami egy komplett webhely, egy újmagyarhon.wordpress.com helyett, még egy magyarhon.wordpress.com, ami már több mint 5 éve működik. Egy külön digitalizációval foglalkozó webhely, ami 5 bejegyzésből áll pillanatnyilag, és bárkinek bemutatja azt, hogy körülbelül a kulcsfontosságú digitalizáció az milyen hátteret képvisel, és nem utolsó sorban pedig egy globális Minotaurus nevű című bejegyzésre van itt egy utalás, amire ha rákatintok, akkor ezt ugye megnézhetjük, ez egy 2015-ös bejegyzés, aminek különös aktualitása van a mostani helyzetben, és hát ehhez kapcsolódik egy videó, ami a globális Minotaurus létrejöttéről szól. Ezt ajánlom felvezetőnek a továbbiakhoz. Jelen videóban a válsággal kapcsolatos ismereteket próbálom közzétenni, mégpedig a kérdés szempontjából leginkább hiteles, leginkább megalapozott magyar közgazdász Pogácsa Zoltán véleményei alapján, amiket ő meglehetősen alaposan kifejtett a különböző médiákban. Ez a nyitókép, annak a bejegyzésnek a nyitóképe, amelyet ezen véleményeknek vagy megállapításoknak az összefoglalására készítettem, és azt hivatott reprezentálni, ami a Pogácsa féle megállapítások legmélyén van, nevezetesen ugye az, hogy mi Magyarországon egy gazdasági monetáris unióban vagyunk már elég régóta, és hogy mivel monetáris unióban vagyunk, ami ugye az Európai Uniós országoknak csak a kisebb részét fedi le, itt például ugye Lengyelország, itt jól látható, hogy a saját valutával rendelkezik, úgy, mint Csehország és természetesen Magyarország, míg Szlovákia ugyan már az euróövezetben van. És ott hát bizonyos szabályok érvényesülnek. Olyan szabályok, amik ugye annak a válságnak a gyökerét képezik, tehát ezeket a szabályokat felül kéne írni. Azért kéne felülírni, mert ugye az egész világgazdaság folyamatosan lelassult az elmúlt évtizedekben, és hát ennek a lassulásnak az oka az, ami az a pénzügyi rendszer, ami egy más elgondolás alapján működött. És itt megjelent egy teljesen új elgondolás az elmúlt évtizedben, legalábbis nagy népszerűségre tett szert a közgazdászok között, ez az úgynevezett modern monetáris elmélet. Kerestem ezt az ábrát, és a megfelelő angol szövegeket ugye magyarra fordítottam, mert ez az ábra eléggé közérthetővé teszi, hogy a modern monetáris elméletnek a lényege az mi. Ugye azt ábrázolja az ábra, hogy a gazdaság az tulajdonképpen nem más, mint egy olyan
fürdőkagylónak, vagy mosdókagylónak a képében ábrázolható, amiben mindig kellő mennyiségű pénz kell, hogy legyen, mert ez érteti ugye ezt a gazdaságot. De ugye ki az, aki ezt kibocsátja, ezt a pénzt? Ugye itt már régen nem arról beszélünk, hogy itt mennyi aranyat termeltek ki, és akkor abból annak megfelelően, hogy ki mennyivel ezt ott hozzá fogjuk tudta finanszírozni az államnak a különböző működését. Itt tulajdonképpen törvényhozói programok és szolgáltatások alapján ugye maga a kormányzat tud finanszírozni az állam. És ahhoz, hogy ugye egy ilyen mosdó, azban mindig legyen kellő víz, ehhez ugye az kell, hogy legyenek épkézláb törvényhozói programok, és hát ennek alapján ugye lehet annyi víz, hogy valóban a gazdaságot ez éltetni fogja. Más oldalról viszont ugye nem szabad olyan rossz programokkal működni, aminek alapján ugye egyszerűen csak pénzt öntenek a gazdaságba, a végén akár ugye ebből a mosdókagylóból kiömlik a víz, tehát a pénz. De ennek is vannak ebben a modern monetáris elméletben megfelelő eszközei ennek megakadályozására. Ugye itt az adók formájában lehet lecsapolni a pénzt a gazdaságból, ezeket az adókat pedig ugye a mosdónak a dugója határozza meg, a képletes mosdónak, nevezetesen az az adópolitika, amit a törvényhozók elfogadtak, és aminek alapján nyilván ezeknek a kormányzati programoknak azokkal való összefüggésben, ugye, amit működtetnek. Tehát nem egy túl bonyolult dologról van szó, és másrésztről azonban, és ennek a videónak más nyitóképe lesz, nevezetesen ez, amit itt látunk, nevezetesen az, hogy valahol az egész világgazdaságot ugyanakkor ugye a dollár működteti, dollár alapon áll, ugye az a elsődleges tartalékvaluta. A kép ugye a dollárt ábrázolja, még pedig olyan formában, hogy ugye öntik bele a dollárt szinte korlátlanul az utóbbi időbe, és az valóban elnyelődik. Bizonyos szempontból itt újdonságot hozott ezzel kapcsolatban egy politikai meghatározó személy, Donald Trumpról van szó, és az ő gazdaságpolitikája, ami a korábbiakkal ellentétben ugye az amerikai nemzetgazdaság erőteljes felfuttatására irányul. Na most ehhez képest az euró, amit itt bizonyos euró bankjegyek képviselnek, hát egy másodlagos szerepet játszik, mert ugye ez is egyfajta tartalékvaluta a világgazdaságban, de korán sem olyan szabadon bocsáthatják ki, mint ahogy a dollárt, mert ott aztán teljes szabadság van. És hát végezetül itt van ez az új monetáris elmélet, a modern monetáris elmélet, amit a hívek most már egyenesen úgy állítanak be, hogy ez tulajdonképpen a közgazdaság tudománynak a szíve, lelke, hogy így mondjuk. Valahol tehát ennek van egy mélyebb összefüggése is, mint amit ugye magának a bejegyzésnek a nyitóképén láttunk, vagy fedőképén láttunk, és hát amennyire lehet, én erről is szót ejtenék, mert ez valahol, ez az egész videó, ennek a Kubácsa Zoltán féle álláspontoknak az alapján, annak a nyomán próbál egyfajta ilyen nagyon köznapi elemzést adni erről az egész válság témáról. És háttérben természetesen mindig ott van a Pogácsa által megfogalmazottak, mint részletesen tanulmányozható, olvasható, stb. Megnézhető videók formájában. Hát menjünk tovább. Ugye az első ilyen videó, ez egy június 1-jei, tehát napokkal ezelőtti, aminek ugye itt a címében is látható, hogy ugye valóban 400.000 forint felett van a bruttó fizetés. Egyenesen Pogácsa ugye úgy fogalmaz, hogy jobban élünk, mint 4 éve. És hát az ATV-nek a javára irandó, ugye pontosan ilyen címet választottak ennek a videónak a megnevezésére, vagy a közzétételéhez. Na most,
Ebben a videóban, ami hát nyilván ennél hosszabb, mint amit most én itt elmondok, itt arról van szó, hogy ugye most mi a helyzet, hogy egyáltalán itt a 2021-es költségvetés az most mennyire jó vagy sem, hiszen a gyűlölködő ellenzék az most is ilyen teljesen légből kapott vádakat jelentett ki és alkalmazott a kormány oldallal szembe. Most ezzel szemben ugye Pogácsait azt emelik ki, hogy a legnagyobb pozitívuma az, tehát nyilván más pozitívuma is vannak, hogy a kormány elfogadta azt a Pogácsa által egyébként régóta forszírozott elgondolást, hogy válság esetén hiányt kell csinálni, vagyis a modern monetáris elméletnek megfelelően kell működni. És hát ezért tartja Pogácsa ezt kifejezetten kiemelendőnek. A magángazdaságból ugyanis, hogyha a korlátozások politikáját gyakorolja az állam válság idején, akkor ugye a magángazdaságból adózás útján von el forrásokat, és maga az állam se fogja elkölteni, ennek következtében ugye lehet pozitív a mérlege. Azért ne felejtsük azt, hogy miközben itt a monetáris elmélet is mondjuk, azok a bizonyos programok és szolgáltatások, amik válság idején bevezet az állam, azoknak olyanoknak kell lenni, hogy valóban érintkezni tudják a gazdaságot. Tehát nem lehet csak úgy, az nem a modern monetáris elmélet része, hogy valamelyik állam úgymond elkezdi szórni a pénzt kifelé. A történtek itt ugye ebben az időszakban egy bizonyos változások is a Nemzeti Bank esetében. Mi is ez a új egyenlőség nevű website, ahol megjelennek általában a Pogácsa-féle állásfoglalások, cikkek és adott esetben videók formájában. Ez ugye egy már 4 éve létező webhely, ahol már az alapításkor ugye rögzítették azt, hogy itt nem bulvár, nem személyeskedés, és hát arról ne is beszéljünk, hogy a hazai szekértábornak a folyamatos szításától maximálisan tartózkodni akarnak. Itt jelent meg az a nyilatkozat például, ami nem is olyan régen, ugye szintén erre a válságra vonatkozott, úgynevezett podcast formájában, tehát egy hangfelvétel, amit ahol a beszélgető személy, adott esetben itt a Kosa Ambrus, akinek majd látjuk, mint műsorvezető, hogy ő kicsoda, ővele beszélgetett a kibontakozó gazdasági válságot. Tehát itt még ugye arról az időszakról van szó, amikor a koronavírus még nem gyakorolt igazából hatást. Itt már ugye rögzíti ennek a podcastnak a összefoglalója azt, hogy itt nagy különbség van a 2008-as gazdasági válság és a jelenlegi között. A 2008-as gazdasági válság ugyanis hitelezési válságként indul, és ezt a hagyományos neoliberális gazdaságpolitikai eszköztárával kezelték. Most pedig ugye bekövetkezett a karantén, a koronavírus járvány világszerte bekövetkezett elterjedésének a hatására, és hát itt ezzel a beszállítói kapcsolatok megszűntek. Itt fontos tudnunk ugye, hogy a mai globális világban a beszállítói kapcsolatok óriási mértékben ország, tehát egész világra kiterjedtek. Tehát amikor lezárják a határokat, az azt jelenti, hogy azért itt azok a beszállítói kapcsolatok azok kezdenek megszűnni. És hát nem tudom, akkor majd vége van teljesen ennek a koronavírus járványnak, akkor pedig ugye az újraépülésük is valószínűleg nem ugyanolyan lesz, mint amilyenek voltak előtte, hanem nagyobb jelentősége lesz például a helyi termelési láncoknak szembe a globálisakkal.
Ezért teljesen más ez a gazdasági válság, mondja Pogácsa ebben a podcastban. És itt már abban is jelentkezik ez, hogy itt már nem a neoliberális gazdaságkor, itt a restrikciós, tehát korlátozó módján próbálnak úrrá lenni a válságon, hanem éppenséggel a pénzmennyiség megteremtésével. A válság kérdésében Pogácsa meglehetősen megalapozott és alapos körültekintő álláspontot képviselt már a koronavírus járvány előtt is. Itt van például egy januári videója, amiben, ami ugyanitten történelmi mélypont közelében a forint, tehát ennek a témának a jegyében készült. De valójában itt a mi szempontunkból az utolsó percben elhangzottak az érdekesek, mivel itt ebben szerepel az, amit ő mondott a válságról. Tehát ő akkor már megmondta, hogy nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy válság lesz. Miközben akkor még azért, és itten visszautalnék arra, hogy a sajtó az ugyanakkor ekkor még úgy számolt be magáról, erről a Pogácsa nyilatkozatról egy helyen, hogy itt úgymond lassulásról szólva, és hogy recesszió, ami elkerülhetetlen lesz. Tehát itt nagyon érdekes, hogy a válságot, csak a válságot előrejelző legtöbb mutató kontextusában említik önmagában. Tehát nagyon visszafogott. Amiközben hát Pogácsait látjuk, hogy nagyon egyértelműen fogalmaz, hogy válság lesz. Nagyon közel kerültünk ahhoz. Visszatérve ugye erre az új egyenlőség témára, a szerkesztőség elképzeléseit, ugye amikor elkezdtek működni 2016. decemberében, egy külön videóba foglalták össze. A Pogácsa, mint főszerkesztő és a szerkesztőbizottság elnöke, és mások. Látható, hogy itt nagyon dominálnak a társadalomtudományok. Teljes mértékben, hát most értem be, a közösségtudomány és egy társadalomtudomány, bár én nem sokkal, hogy is mondjam, matematikailag leírhatóbbnak gondolom, erre törekednek ugye folyamatosan a közgazdászok, mint mondjuk a szociológiát. Ugye a szociológia az teljesen más, vagy mint a politológia. Tehát látható, hogy itt és ez a fajta szerkesztőségi összetétel az adatos, ami változott, hanem erősödött. Természettudományok képviselőjét itt nem találni. Ezért, hogy lássuk, hogy egyáltalán a válság okára és annak kezelése vonatkozó Pogácsa álláspontnak mi a lényege, találtam egy nem is olyan régi, ugye egy hónapja megjelent cikket, ami egy recenzió, mégpedig egy Mitchell és Fázi nevezetű szerzőpárosnak a 2017-es könyvére, amit egyébként nyugati források is nagyon gyakran hivatkoznak erre a könyvre. Azért is fontos ez a könyv, mert ugye itt ennek a magyar címe az, hogy ugye a szuverenitás progresszív víziója a poszt-neoliberális világba. Már ebben a cím ugye kifejezi azt, hogy ennek a neoliberális világnak tulajdonképpen már vége elkezdődött a felszámolódása, vége van, úgymond. És ehhez ugye itt a szuverenitás, és hát azon belül pedig a társadalomtudomány szempontjából a progresszív erőknek, mondjuk baloldali erőknek, nem konzervatív erőknek, azok a progresszívek, a vízióját fontos látnunk. De most függetlenül attól, hogy ki milyen vízióban hisz, konzervatív vagy progresszív, itt az olvasat az eddigi időszakra vonatkozóan, ami tulajdonképpen a válságot eredményezi, az mindenkinek ugyanaz, és ez a Keynesi, a keynesiánus közgazdaságtan az, ami ugye meghatározott egy korábbi sikerkorszakot, 1936 és 1973 közötti sikerkorszakot, amit követett ez a bizonyos neoliberális korszak.
Itt még van egy 33,3 perces Pogács előadás is, egy zárójelben, ugye ezt itt már megemlítettem. És ugye ezt követte az a bizonyos Milton Friedman vezette intellektuális támadás a Chicagói Egyetemről, ami a neoliberális gazdaságpolitika korszakát ugye meghatározta. Ugye ennek lényege az, hogy ez elég közismert, de ha nem tudná valaki, ugye ez az, hogy a kormányzatnak passzívnak kell, vissza kell teljesen vonulnia, így a költségvetési politikában nem elsősorban, mert hogy a módszer válság esetére nem az állami beavatkozás növelése, hanem lényegében ugye annak a csökkentése, mert hogy kiegyensúlyozott vagy pluszos költségvetés kell mindig törekedni, és hát az inflációval való törődés sem a kormány feladata, úgymond, hanem azt a tőle független jegybank kell, hogy csinálja, aki egyébként a forgásban lévő mennyiségét is ezzel szabályozza, stb. Hogy, és hogy végül ne menjen el az infláció. Friedman egyenesen természetes szintről beszélt, mármint a forgásban lévő pénz mennyiségének természetes szintjéről. Itt Pogács azt írja, hogy ez a gyakorlatban, ez a monetarizmus, ez a gyakorlatban kivitelezhetetlennek bizonyult. Ebben a szemléletben, ami ugye itt benne foglaltatott, a jegybankok kitüntetett szerepe, stb. Na most egyszerűen azért, mert ugye a jegybank nem képes kontrollálni a forgásban lévő pénz mennyiségét, mivel azt a kereskedelmi bankok határozzák meg. Ezért gyakorlatban működésképtelen. A nagyobb baj azonban az, amit ugye különösen a mai értelemben progresszív oldalnak a szempontjából, hogy ez a neoliberalizmus egy egyre élesebbé váló osztálykonfliktust eredményezett. A korábbi időszakban ugyanis ugye a munkás oldal meg tudott rendkívül módon erősödni, ezért ugye a bér arányát a profit kárára jelentősen tudták növelni a hozzáadott értékben. Nyilvánvaló, hogy a neoliberalizmus ezt pont hogy megfordította. Itt egyébként megemlítem, hogy ugye két korábbi már a látható az időpontból, a már az új egyenlőség megalapításakor ugye két cikket közzétett Pogács a neoliberalizmusról, meg a modern monetáris elméletről is megjelent egy cikke, nem is olyan régen, ez év, április 5-én. De ami még ennél is lényegesebb, hogy egy tényleg nem olyan régen megjelent egy elég részletes 64,1 perces neoliberalizmus elnevezetű videója, ami hát nem egyszerűen ezt írható le, de könnyű megtekinteni, ugye ezért mindenképpen egy hasznos dolog. A számtalan példát említi egyébként még a keynesiánus időszak idején, hogy tudtak a baloldali politikai mozgalmak megerősödni. Nyilván a legtipikusabb az, hogy a német rendszer, ahol ugye különböző megállapodások vannak, és akkor az mindenkinek tartania kell magát. De azért a világban, és ez különösen nyilván Észak-Amerikára vonatkozik, hogy egy kicsit ugye a dollár oldalára is kinézzük, ott kevés érvényesültek ezek a úgymond keynesiánus időszaknak a lehetőségei, azok főleg Európában tudtak jól érvényesülni. Maga az ideológia, a neoliberális ideológia, az a tőkének rendkívül szimpatikus volt. Rengeteg formában szerepelt, ugye, hát, és nem utolsó a tőke finanszírozott mindenféle úgynevezett agytöröztöket, think tankeket, egyetemi katedrákat, és propaganda óriási méreteket öltött. Hát ezért nyilvánvaló képes volt felszámolni az addigi keynesiánus megközelítést. Ez összefüggésben volt azonban egy másik dologgal is, hogy maga a II. Világháború után bevezetett pénzügyi rendszer, a Bretton Woods-i pénzügyi rendszer,
összeomlott, ennek megvoltak a maga gazdasági okai, amire itt nem tér ki Pogácsa, de ennek majd én készítek egy másik elemzést, amiben azt az illetőt szerepeltetem, nem magyart, aki ezt először így világosan bemutatta, és hogy mi következett a összeomlás után, és miért az következett, stb. A lényeg itt ugye az volt, hogy az aranyhoz rögzített árfolyamot felszámolták, és ettől kezdve vált tulajdonképpen a világ egy teljesen dollár alapúvé, az összes többi valuta meg hát szabadon lebegett tulajdonképpen az estek jó részében. A szabadon lebegés alatt azt kell érteni, hogy a jegybank nem nagyon avatkozik bele, hogy fenntartsa az árfolyamot. Ennek nyilván korlátai is voltak, ebben most megítélem, hogy is betől belemenni. Na most erről természetesen szintén nem olyan régen közzétett egy külön videót az Arany Standardtől Bretton Woodson át az eurozónáig, mert ugye itt ebben az időszakban alakult ki az eurozóna, aminek a szerepe és a korlátozott mi volta, nagyon is foglalkoztatta Pogácsát. Ezt érdemes végignézni, és akkor még világosabb lesz, hogy itt miről is van szó. Ennek a lényege az, hogy itten a szegényebb ország gazdasági mozgásterének az óriási korlátozásáról van szó. Ugye itten olyan országok kerültek egy kalap alá ezáltal, akiknek már nincs saját valutájuk, amelyek nagyon különböznek egymástól, és így nyilván egészen más Németország, mint olyan ország, mint a déli ország jellemzően, mint a görögöknek a helyzete. Ez alatt jött ugye ez a bizonyos modern monetáris elmélet, amit jóval jöttem, már nem térnék ki. És a könyv, amitnek a recenziójár adja itten Pogácsa, ezt követően, tehát a neoliberalizmus időszakának a bemutatását követően, jut el a Mitchell nevével fémjelzett modern monetáris elmélethez, amit itt úgy említ, hogy a háztartás és az állam közötti analógia téves. Ezt most nem nincs idő kitérni, de minden esetre itt ugye arról van szó, hogy az állam a saját pénzegységében nem mehet csődbe, és nem szorul adókra a kiadási finanszírozására. Tehát az államnak elvben teljesen szabad keze lehet, amennyiben ugye nem alkalmazzák vele szemben a külső erők a megszorítások külső politikáját, mint az eurozónán belül például, a kiadásainak a finanszírozására. Az államadosság ugyan nő, azt mondom, hogy kiegyenlítő, hogy saját maga nyomtatja, stb. A monetarizmus ugye elsősorban azt mondja, hogy a forgásban lévő pénzmennyiséget a jegybank, a központi bank szabályozza. És hogyha ez még igaz, olyan értelemben is lehet egy korlátozó tényező, hogy ugye az egész világ dollár alapú. Na már most a Bretton Woods után ugye olyan intézmények, mint a Nemzetközi Valuta Alap vagy a Világbank, azok tovább éltek természetesen. És azok, mivel a dollár dominanciája volt a döntő, a Bretton Woods, tehát az aranyparitás megszüntetése után, akkor ugye mindenféle olyan szabályok működtettek, amelyek egyébként a liberális, neoliberális gazdaságpolitikának a receptjeit írták elő, hát ezt Magyarországon is tapasztaltuk, és ezzel meg kellett küzdenünk. De minden esetre, ugye, mivel ez egy restriktív gazdaságpolitika a monetarizmus szerint, ezért ugye a bankrendszer ilyenfajta tevékenysége az meglehetősen káros és megvalósíthatatlan. Mert hogy egy eleve a bankrendszer működésével kapcsolatosan egy téves képe van. Mert hogy úgy mond, a valódi pénzteremtés az a kereskedelmi bankok által történik, stb. És
Hát itt említi azt, hogy adóztatásra sem szorul az állam, az MMT szerint. Magyarul az, hogy miből kívánod ezt finanszírozni, ami a neoliberális korszak állandó kérdése, ugye politikailag is ezt folyamatosan halljuk az ellenzéki felszólalásokba. Hát ez egy érdektelen kérdés, mert hogy nincs ennek megfelelően alapja. És hát ami a leglényegesebb, ami itt megemlítésre kerül, hogy magán az eurozónán belül a modern monetáris elmélet nem alkalmazható. Mert hogy az Európai Központi Bank ugye ottan az, amelyiknek ugyanaz a szerepe, mint ebbe a restriktív neoliberális megközelítésben bármelyik jegybanknak. Sőt, ott alapvetően egy ilyen, tehát ott kötelezően működik, még nem is lehet azt elérni, amit mondjuk Magyarországnak sikerült például elérnie. Tehát ott bármit is mondott a már leköszönő központi bank elnök, hogy érdemes úgymond ezenek a modern monetáris rendszer elméleten elgondolkodni, az ott megvalósíthatatlan. Itt a foglalkozik mással is, hogy állásgarancia kell tulajdonképpen a progresszív megközelítés szempontjából a feltétel nélküli alapjövedelem helyett, amit hát itt az utóbbi években szintén ugye többen javasoltak, de a különböző okokból ez nem ajánlható. Na most ez a neoliberális korszak, mint látjuk 1974-től, tehát a Bretton Woods rendszer összeomlásától egészen 2008-ig, ugye a legutóbbi nagy gazdasági válságig tartott. Ez eleve jól jött, mert ugye gyengítette a szakt és lenyomta a béreket, tehát egy baloldal azonban, amelynek tulajdonképpen csak a nemzetállami keretek között van lehetősége az igazságos társadalom igényének a érvényesítésére, ezt nem fogadhatja el. És akkor itt jön az, amit még Mitchell és Fáze említ, hogy az automatizáció az jelentős mértékben növekedett, és ezért kellene állásgarancia program. Mert hiszen ha gépek és algoritmusok úgymond elveszik a munkánkat, akkor az államnak kell belépnie, hogy új típusú munkahelyek finanszírozásra kerüljenek. És hát itt, hogy ugye valóban ez a feltétel nélküli alapjövedelem, ez nem alkalmazható. Mert hogy a munkagarancia programok soha nem gerjesztenek inflációt, hiszen a másik oldalon dolgozó részt vesz a kibocsátás növelésébe. Vissza kell tehát a baloldalnak, a progresszív erőknek is venni a saját gondolkodási keretei közé a nemzetállamot, mondván ez nem nacionalizmus, és csak egyáltalán így lehet ugye megbirkózni a konzervatív oldal részéről szintén jelentkező nemzetállami elgondolások, úgymond a globál trumpizmus, mint egy ilyen populista megközelítésnek tartják, úgymond a vitorlájából. És hát ehhez kell saját deglobalizációs stratégia, és ehhez nyújt tulajdonképpen kiinduló pontot, szögezi le Pogácsa, ez a Mitchell és Fáze féle könyv. Na most, ezt a globál trumpizmust ő csak úgy megemlíti. Tudnunk kell azonban, hogy ez egyáltalán olyan közismert fogalom hazánkban, különösen nem a szakszerűség szempontjából. Ezért hát utána néztem, hogy ez most hogyan is jelenik meg a nem magyar médiában. A magyarul itten tulajdonképpen ez az egész globál trumpizmus történet, tehát a populizmusnak a globális térnyerése, hogy a neoliberalizmus korszaka véget ért, a neonacionalizmus korszaka csak most kezdődik. Ezt egy Mark Bliss nevezetű professzor 1916. decemberi cikkében szerepel. Na most
amely tulajdonképpen azt taglalja, hogy ez a bizonyos globál trumpizmus, ez már 30 éve, ez 2016-hoz képest készülődőben volt, és egyáltalán fog megállni ott, ahova eljutott. Tehát ez egy mérföldkő mondjuk a nyugati társadalomtudományok szempontjából, állandóan ezt idézik, és így tovább, és így tovább. Na most választottam egy, megkerestem a legutóbbi Mark, tehát ugyanannak a szerzőnek a videóját, ami hát egy 93,5 perces videó is angolul van, de azért érdemes végighallgatni, aki tud, mert aktuálisan is megtájékozódhat arról, hogy tulajdonképpen most akkor mi a nyugati álláspont a globál trumpizmusról és annak a kritikájáról. És hát ehhez kerestem végül, és csak egy magyar nyelvű anyagot találtam, amit a Magyar Tudományos Akadémia egyik bizottságának az ülésére készült, ami a trumpizmus diadalának gazdaság története, amelyben, ez egy szintén 84,31 perces videó, amelyben egy Komlós, John Komlós, ugye hát ez egy régóta Amerikában élő szakember, aki szintén a Chicagói Egyetemnek egyik előadója, bár valójában ugye másik része még a Müncheni Egyetemi, de hát már egy visszavonult közgazdászról van szó. Részletesen kifejti, hogy ez hogyan alakult ki, és így tovább, és így miért jött létre, stb. Tehát aki nem tud angolul, akkor javaslom, hogy mindenképpen ezt tekintse meg. Na most fontos megemlítenünk, hogy Pogácsa már ezzel a válságkérdéssel régebb óta foglalkozik. Ugye itten egészen elmegy a tulipán buborékok idejében bekövetkezett pénzügyi válságig, ami hát évszázadokkal korábban volt, abban az időben, amikor Hollandia volt a modern világnak, úgymond a vezető hatalma. Az legalább szerintem olyan 300 évszázaddal ezelőtt. Amikor ugye a legalapvetőbb Hollandián belül a tulipán hagyma lett különösen nagy értékű tőzsdeileg, meg mit tudom én mi, és amikor egyszer csak egyre fölfelé mentek az árak, mert hogy újabb és újabb tulipán fajtákhoz kötöttek, fekete tulipán, mit tudom én mi, aki ezt kitenyésztette, annak aztán óriási összegért tudta eladni ezt, és ezt tőzsdén folyt ezeknek a kereskedelme, és természetesen ez egy buborék volt, ami aztán összeomlott. Tehát ez egy ilyen értelme egy teljesen jó megközelítés a válságok történetének, különböző közösségi iskolák tekintetében is. És akkor utána itten kifejti, hogy a piacpártiaknak mik a válság magyarázatai, a keynesiánus válságelméletek, mit kell tudnunk, magánadósságok okozta a válságok, marxiánus, tehát úgymond a mi közvéleményünk szempontjából, hogy a kommunizmus idejéhez, de valójában a marxi gazdaság, politika, gazdasági rendszer elképzelések, és azért nem csak a kommunizmushoz kötődik, ezt senki se higgye, és az utóbbi években ráadásul ugye óriási mértékben ismét nyugaton előtérbe került a marxiánus közgazdaságtannak a ítéletrendszere, hogy úgy mondjam, mint az a kapitalizmus működésére vonatkozott. Na most, és hát akkor ugye itt a úgynevezett nagy recesszió, a 2008 utáni globális pénzügyi válság, erős, és külön az eurózóna válságáról is van egy külön egy cikk. És hát itt azért azt megjegyzésként ide tettem, hogy azért az már régóta ismert, hogy az EU válságkezelési stratégiának a csődje, az már régóta ismert hazánkban, széles körben is. Én csak egyetlen egy utalást, vagy idézetet tettem ide, amikor még a 2000, tehát a Barroso-féle Európai Bizottságnak az illetékes biztosa, az egy Olli Rehn nevű finn volt, aki folyamatosan amellett érvelt, hogy ez a megszorító gazdaságpolitika az egyedüli és a valóban célra vezető lehetőség. Viszont pont ez, aki ugye későbbiekben a globál transzimussal foglalkozott,
ő mutatott rá először, hogy ezek az érvek nem állták ki az idő próbáját. Ezzel még egy egyetemi hallgató is, egy mesterszakos egyetemi hallgató is foglalkozott, kimutatta, hogy ezek itt hibák, tolhemzsegő dologról van szó, de számomra van a görög dráma, amire most nem érdemes különösebben foglalkoznunk. És ez megjelent a Le Monde Diplomatique magyar kiadásában. Ez a Le Monde Diplomatique, ez egy ilyen folyamatos szemléző, nem csak szemléző, hát ott megjelennek ilyen a világpolitikát, világgazdaságot, gazdaságpolitikát bemutató elemző cikkek. Ennek egy folyamatos magyar fordítása van. Ez a Cédric Durand, ez egy egyetemi tanár mellesleg a Párizsi Egyetemnek a tanár, és folyamatosan ott publikál. Na most mindebből csak a monetáris unióra vonatkozó Pogácsa álláspont részletes kifejtése hiányzik. Az abszolút részletes kifejtése. Az, hogy ennek a hátterével is tisztában legyünk, ugye itten megkerestem direkt azokat a hivatalos európai parlamenti, ugye ami az Európai Uniónak a törvényhozó testülete, annak a kötelékében létrehozott úgynevezett agytrözt, think tanknek a hátterét bemutató anyagokat. Meg egyáltalán azokat az anyagokat, amiket ők erről a monetáris unióra vonatkozóan ugye képviselnek, mert ők a szakértők. Hát ennek van egy ilyen hogy miből áll, milyen részekből, és azok mivel foglalkoznak, erre meg később kitérünk, egy ábra, amit átvettem tőlük. Ott ugye magyar nyelven is megjelennek ezek az anyagok. Itt a lényeg az, hogy amit képvisel ez az úgynevezett agytörőz, tehát a szakértői testület, az teljes mértékben hamis. És majd ezt lehet majd megérteni a Pogácsa féle ezután következő videó. És nem is alkalmas a jelenlegi válság kezelésére. Na de itt most nézzük meg konkrétan azt, hogy milyen alapvető információkat kell tudnunk az ő dolgaikról. Ez ugye az egyik ilyen, amit ajánlunk, hogy ez egy fact sheet, tehát ismertető, a tények ismertetése, a gazdaság és a monetáris unió történetéről. Ugye itt egy lényeges kitétel, csak az összefoglalóját ennek az anyagnak, ami magyar nyelvű, a egyik mondatát emelem ki, hogy Dánia kivétele valamilyen uniós tagállamnak be kell vezetni az eurót, amint teljesíti a konvergencia kritériumokat. Vagyis vannak olyan kritériumok, amelyekkel azt hivatottak, amelyek azt hivatottak képviselni, hogy azok az államok, akik csatlakoznak az euróhoz, azoknak közeledni, vagy csatlakozni kell, hogy csatlakozzanak, azoknak teljesítenie kell bizonyos elvárásokat, tehát konvergálniuk, közeledniük kell a többi már meglévő eurós tagállamhoz, gazdaságilag, stb. Meg működésbelileg. Magyarul be kell vezetni. Most amennyiben ez teljesíti, nyilván az egyik ilyen kritérium ennek a teljesítésnek az, hogy hosszú időn keresztül pluszos a költségvetése, ez egyik leglényegesebb, akkor automatikusan be kéne lépnie. Mert ugye jelenleg csak 19 uniós állam van, és hát tudjuk, hogy most ugye meg egy nem eurozónás Nagy-Britannia kilép, hát akkor is még marad 27, tehát még marad 8 állam, amelyik ugye nem alkalmaz eurót. Ezeknek ugye be kéne lépni. És akkor már egész Európai Unióban érvényesülne az, ami az a monetáris unió megközelítés, ami gazdaságilag már működik régóta. De akkor a monetárissal is. De a monetáris politikának a lényege megint csak egy ilyen tényszerű ismertetésből, hogy mi az EKB szerepe, meg hogy stb., meg hogy egyáltalán ez hogy működik. Nagyon lényeges, amit még itt előkerestem, ez a tőke szabad mozgása. Ugye ez azért lényeges, mert azt most is láthattuk, hogy már a koronavírus viszonylag korai időszakában
Egyszerűen kivontak jelentős dollár, illetve hát konvertibilis valutát a magyar gazdaságból. Vagyis az Európai Unió azzal, hogy megtiltja tulajdonképpen a tőkemozgások és a fizetési műveletek korlátozását, de nem csak mind a tagállamok, mind a harmadik országok között. Tehát ez egy a nemzetállam számára ugye ez egy jelentős korlátozó tényező, amivel ha nem lenne, akkor még nagyobb mozgástere lenne ugye a nemzeti politikának. Na már most, és akkor lényeges ugye az adópolitika, hát ezt nem utolsóban a modern monetáris elmélethez kapcsolatban láttuk, hogy ebben szerencsére még a tagállamok kezében van az adóztatás hatásköre. De hát azért erre is folyamatosan voltak törekvések, hogy ez egyre növekedjék, mégpedig az úgymond káros adókijátszás, adók kikerülése elleni küzdelem, stb. Miatt. És akkor itt ugye részletesen ki is fejtem, hogy mit jelentenek ezek az állami, parlamenti szakértői testületek a képviselők számára, a kutatási szolgáltatás, hatásvizsgálat, vagy az európai hozzáadott érték, vagy a jövőkutatás, tudományos előrelátás. Ezek alkotnak tulajdonképpen egy úgynevezett európai parlamenti kutatószolgálatot. És akkor ezen kívül van még a többi, amelyek nyilván különböző tematikus, valójában nem főosztályok, hanem tematikus osztályokhoz tartoznak, amelyek más osztályok, mint a általános hatásvizsgálat, stb. És hát az egyik legjelentősebb ugye a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága, amely mellé egy ilyen tematikus osztály szintén rendelve van, és ez az is lényeges, mert ott a szereplők, akik ezeket az összefoglaló tény ismertetőket készítették, azok például hát jelentős mértékben ehhez tartoznak, ehhez a bizottság szakértői testülethez, ami kifejezetten a Gazdasági és Monetáris Bizottság mellé van rendelve. Még hát ez egy logikus felépítés egyébként, más kérdés, hogy ez most ebben a végtelenül neoliberalista felfogáshoz tartozva és azhoz kitartva, hát egyre nagyobb károkat okoz a döntés vonatalban. És itt hát nem utolsó sorban azért itten becsatlakoztattam egy idézett utalás szempontjából még azt, hogy mi is ennek a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak a hatásköre és felelőssége. Érdemes rákattintani, akkor még jobban érthető lesz. És akkor ezután jön az, hogy mik azok a videó előadások, amelyekben ugye Pogácsa kifejti a monetáris unióval kapcsolatos álláspontját. Ugye itt az első az az, hogy vannak előnyök és hátrányok. Ezek ilyen 16-20 perc, stb. Vagy még annál nagyobb közel 30 perces videók. Tehát, hogy az előnyök azok az unió, vagy a vállalkozások szintjén jelentkeznek, mert hogy azért mondom, hogy az unió, mert hogy ugye itt a transznacionális vállalkozások, vagy vállalatok játsszák a meghatározó szerepet, nem csak németek. És a hátrányok pedig a nemzetgazdaság makroszintjén. Ez egy alapvető megállapítás. Akkor itt van ez a bizonyos szuverén adósságválság, mint főáramú narratíva, nevezetesen az, hogy a mediterrán országok azok lusták, korruptak, stb. És ezeknek a ezen lustaság, korruptság, stb. Miatti túlköltekezése okozta az eurozóna problémáit, ezt semmi sem igazolja. Akkor itt már egy elég részletes, hogy miért nem működtek a megszorítások. Tehát itten a eurozónán belül ugye a tagállamok mentése helyett a korábban hitelező bankokat mentették, ehhez kellettek a megszorítások. És közösségi szinten ezek elszámoltathatatlanok. Akkor itt van a nem megfelelő kamatláb kérdése. Az Európai Központi Bank képten olyan kamatlábat megállapítani, ami minden tagállamnak jó lenne. Hiszen ha belegondolunk ennek a bizonyos, mondjuk
a modern monetáris elmélet alapján működő gazdaságpolitikának egy lényege, hogy azért minden országnak más és más politikát kell alkalmaznia. Tehát a kamatláb az nem lehet nagyon eltérő gazdasági fejlettségű és kultúrájú, múltú, stb. Ország esetében. Tehát nem csak egyszerűen arról van szó, hogy itt most eurót kell használni az eurozónán belül, hanem még a kamatláb is ugye attól függ, hogy az Európai Központi Banknek mi az alapkamata. Na most ez nagyon érdekes, ez a bérkompresszió lefelé tartó bérverseny. Ez ugyanis azt mondja, hogy egyes tagállamok a bérek lenyomásával képesek exportversenyelőhöz jutni, és ezt használta ki Németország az euróválság előtt. Ez az is érdekes, ez a megállapítás, mert ez valóban azt hangsúlyozza, hogy Németország nem, hogy az ott élő úgymond népesség, eredendő német népesség, az nem, hogy a kiemelkedő német pozíció és az egyre fokozódó és egyre erőteljesebb német pozíció hatására nem előnyöket élvezett, hanem mivel itten a németeknek az export verseny előtt folyamatosan kellett a gazdaságpolitikájukban előnybe részesíteni, ezért, hogy versenyelőnyhöz jussanak, ezt Németország kihasználta, és ez a bérkompresszió viszont az ottani munkavállalókat elszegényítette, nem ott sokkal tönkretette az eurozónát. És akkor itt van ez a kereskedelmi egyensúly, illetve egyensúlytalanság kérdése, ahol ugye egyszerűen arra tényleg hívja fel a figyelmet, hogy közös valuta esetén, ez például a görögök esetében, ugye nem lehetett versenyképességi leértékelésre sort keríteni, mert abban a többi eurozóna tagállam, nem tudom, a legerősebbek nem mentek volna bele, mert nekik nem kell leértékelni az eurót. Viszont hát a felzárkózásnak esélye sincs a görögöknek például, vagy más mediterrán országnak, ugye, ebben az esetben, mint beavatkozás, hogy a versenyképességét javítsa, és aztán idővel ez segítse az ő felzárkózását. És hát nem működik ráadásul a kereskedelmi viszonyban automatikus stabilizációja, a szabadon levegő árfolyam mellett meg ez működne. Mindez egyébként, és ez szinte egy lényeges megállapítás, hogy a német és magán kereslet, a német állami és magán visszafogása óriási előnyhöz juttatta a német cégeket, és megint csak egyben tönkretette az eurozónát. A hetedik része még várnunk kell, hát amint arra sor kerül, megjelenik, akkor majd ezt közé is teszem. Más szerzők új egyenlősége megjelent, a cikkeit is ugye itt megjelentettem, hiszen ne felejtsük, hogy Pogács Zoltán a szerkesztőbizottság elnöke. És hát nyilvánvaló, hogy a vonatkozó egyéb cikkek azért az ő támogatása nélkül, egyértelmű támogatása nélkül nem kerülhettek volna, sőt, nehogy Isten, ő ezt preferálta is, hogy mások, akik jobban tájékozottak, jobban van idejük egy adott részkérdéssel foglalkozni, hát azokat publikáljanak. Itt például ilyen egy Jó Bárk nevezetű filozófus közgazdász, aki ugye egy válságálló pénzügyi rendszer felé címmel közé tett egy cikket, és egyenesen ugye idézetként azt hozom fel, hogy itt a monetáris finanszírozás a helikopterpénz. Tehát amit az állam bocsát ki, marad a bitcoin, stb. Stb. Egyáltalán szuverén állami pénzrendszerre lenne szükség. Ugye ezek lényegi. Szuverén az azt jelenti, hogy ne legyenek a saját nemzeti valuta kibocsátása tekintetében lényegi korlátozások. Valamilyen korlátozás nyilván lesz, hiszen be kell illeszkedni egy globális rendszerbe, de azért olyanok ne legyenek, amit sem meg korlátozzák ezt. Na most hasonlóképpen az etikai és gazdaságtan kérdésével is foglalkozott ez a úriember, az igazságos pénzrendszer kérdésével, a közjó felé terelni a beruházásokat, növelni a gazdaság. Tehát teljesen józan megfontolások alapján lehet igazságos egy pénzügyi rendszer.
ami jelenleg egy szűk pénzügyi elit érdekeit szolgálja. Itt egy másik cikk, illetve egyetlen egy cikke van neki még egyelőre, a modern monetáris elmélet, az euró és a magyar költségvetés, ugye egy Rádi Szinán nevezetű úriembertől. Úgymond más megvilágításba kerül a magyar költségvetési politika és az eurozóna tagság. Az eurozóna tagság már kevéssé tűnik kívánatosnak. Ehhez kapcsolódik ugye egy Andor László, aki Európai Bizottság biztosa is volt, a cikke arról, hogy az euróval kapcsolatban, ugye, hogy ha párokat állítunk össze az eurozónon belüli és kívüli országokból, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 10 évben a kívül lévők lényegesen jobban teljesítettek. Magyarul az ő cikke azt bizonyítja, hogy a szuverénitás a pénzügyek terén az szükséges ahhoz, hogy a lejjebb lévő és felzárkózni kívánó országok fel tudjanak zárkózni, közeledjenek a központhoz. Na most a jövő bankjaival kapcsolatban etika, fenntarthatóság, ciklikus vagy közösségi bankok, miben különböznek, stb. Erről is itten egy cikket láthatunk. Végezetül pedig itt van egy cikk, ami a Varoufakis kipakol címet viseli. Varoufakis az, akit Magyarországon még mindig, és ez számomra egyszerűen megérthetetlen szinte, a szakma legfeljebb politikusként említi, mint volt görög pénzügyminiszter. Érthető, mert akkor ő ugye nagyon exponálva volt, és hát eleve egy rendkívüli jelenség, itt ugye úgy van apostrofálva, hogy kopasz motoros punk. És ugye ő küzdött a központi erőkkel szembe, eredménytelenül, mint tudjuk. De valójában, és ezt majd egy külön válságelemzésben fogok az ő anyagaira hivatkozni, amelyek már régiek egyébként, sokkal jobban kimutatta az összefüggéseket, tehát ő messze túllépett azon, amit itt az itten kifejtettek, képviselnek. De hát az nagy külön történet. Mindenesetre azt, hogy Varoufakis kipakol, ugye itt arról van szó, hogy hogyan, mi történt a görög pénzügyi válság idején valójában. Na most azt a bizonyos cikket, ami a modern monetáris elmélet, az euró és magyar költségvetés, azért néhány legfontosabb részt itt kiemeltem, amiről itt szó van. Tehát, hogy lehet olvasni bizonyos megállapításokat, ebben most nem mennék bele, ezt tessék elolvasni, hogyha itt különösebben ez érdekel valakit. Egy-két tényszerű megállapításra, amit az ő kiemelése, hogy egy 2014-es Bank of England, az angol központi bank tanulmánya elismerte, hogy kereskedelmi bankok pénzt teremtenek, amikor hiteleznek, és nem újra elosztanak meglévő betétek felhasználásával. Ugye ez a máig berögzött elképzelés, ugye, hogy a lakosságnál képződik a tartalék, amit elhelyeznek a bankokba, és akkor ami ottan földgyűlik, annak egy bizonyos egy részének a tőkésítésétől eltekintve, a többiből finanszírozza úgymond a kereskedelmi bank a hiteleket. Tehát valójában ez nem így működik, stb. Stb. Ez az a bizonyos, hogy nem úgy működik a nemzetállamnak a pénzügye, mint egy háztartás. És ennek aztán az összefoglalása, hogy ez miben van még alátámasztva, hogy ez egy téves elgondolás.
hogy az állami befektetés is, és ezzel szemben igaz alternatív álláspont, hogy az állami befektetés és költekezés centrális szerepet játszik a gazdasági életünkben. És hogy hát ott kiemeli, hogy a tömeges munkanélküliség esetén az állami munkahelyteremtés, az infrastruktúrával való beruházás útján hasznos eszköz áll rendelkezésünkre a válságból való kilábaláshoz. Ami hát tulajdonképpen már régóta ismert, hiszen a 1930-as évek válságából is Amerikának úgy sikerült ugye kilábalnia, hogy különféle ilyen állami infrastruktúrális beruházásokat, mert aztán később megjött a világháború, ahol az amerikaiak óriási mértékben ugye fel tudták szívni magukat. Hát ez a Keynes-i gondolathoz tartozik. És akkor hát itten lényeges megállapítás, hogy az emberi produktivitást fejlesztő alrendszerekbe, az oktatásba, az egészségügybe egyértelműen szükséges befektetni. És akkor hogyan tartatok fenn ezek a beruházások pénzkibocsátás útján, stb. Stb. Az adókedvezményben részesítés, mármint a multiké, ami nálunk egy alapvető gyakorlat, ez nem mindig teremt hosszú távon fenntartható fejlődést, de hát egyébként ettől a magyar kormány is egyre inkább igyekszik ezen túllépni. És hát ugye mivel a belső erőket, a gazdaság belső tényezőit, szereplőit próbálja erősíteni, ezért el is kezdett komolyabban befektetni a humán tartalékokba és a természeti erőforrásokba. Jó, hát Magyarországon a természeti erőforrásokba való befektetés, hát az kevésbé működik értelemszerűen a adottságaink miatt. Itt van egy kis összefoglás a CSOK támogatásokról, ugye, mert úgy látszik, hogy egy látszólag, és természetesen ez így jelenik meg, hogy a humán erőforrásba fektet a kormány, ugye. Itt azért az is kimutatásra kerül, hogy a kifejezetten tehetősebb családoknak juttatnak többletjuttatást, vagyis egyszerűen kijelölik a reprodukcióra érdemesnek vélt társadalmi rétegeket, miközben hát azért a szociális támogatások azért az a szegényeknek, és hát azon a téren nincs változás, ez való igaz. De a családi pótlék, ami hát egyre kevesebb értéket képvisel. Na most aztán ez egész végül is a európai közös pénz nem kérdésére megint csak a görög, illetve a görög problémára. És a végén, ami ez lényeges dolog, azért leszögezi a szerző, hogy a válság utáni, már mint a 2008-as válság utáni évek gazdasági dilemmáira az illiberális kormányzatok, ugye mondhatnánk azt, hogy bár ez előbb volt, mint a trumpizmus, illiberális kormányzatok adtak először egyértelmű válaszokat. Amivel nem a szerző leszögezi, hogy nem a kormány oldalt kívánja ezzel támogatni, hanem egyszerűen felhívni azt, hogy baloldali, szociális és demokratikus alapokon nyugvó pénzügypolitika perspektívája is rendelkezésre áll, amit még ki kell dolgozni. Hát nagyjából ennyit mondhatunk arról a válság ismertetésről, ami ugye legfőképpen az Új Egyenlőség website-on, illetve az Új Egyenlőség YouTube csatornán megjelenik. Ennek alapján próbáltam egyfajta elemző összefoglalást adni, de voltak bizonyos elemző elemek, lehetett volna többet is belevinni, de hát így is már 60 perchez jutottunk, tehát ennyire mindenképpen szükség van. Kérem megtekinteni a bejegyzést, akit érdekelnek alaposabban ezek a kérdések, amit összeállítottam. Egy pillanat.
a új magyar hon webhelyen, ugye a válságelemzés rovatban, kategóriában Pogácsi Zoltán a válságról címmel megtekinthető. Az új magyar hon pedig újmagyarhon.wordpress.com. Tehát újmagyarhon.wordpress.com. Ezt egy záróképpen még külön szerepeltetni is fogom. A folytatás következik, mégpedig az orosz válság elemzésnek a nyomán egy hasonló videót fog készíteni, ami persze szintén majd egy blogbejegyzésen fog alapulni. Köszönöm a figyelmet!